Szeptember 10-e van, a mai napon megkezdi két napos ülésre az országgyűlés az őszi ülésszakot Orbán Viktor miniszterelnök beszédével, aki napi rend előtt elfben arról fog szólni, hogy hogy állnak Magyarország tárgyalásai az IMF-el. Hát erről az elmúlt héten elég sokat hallottunk, és gondolom ennél sokkal többet hallottak azok a képviselők, akik ott voltak Sárváron. Közülük is Pálffy István a vendégünk, a KDNP frakció szóvivője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok, köszöntöm az ATV-t. Hát hogy állunk ezzel a tárgyalássorozattal? Most éppen ma reggel mi az aktuális álláspontunk? Ugyanaz, ami eddig. Magyarországnak egy jó elővigyázatossági hitelre van szüksége, és ezt a megállapodást tető alá kell hozni. És jó feltételekkel kell létrehozni, nem úgy, mint 2008-ban a szocialisták azt tették. Az IMF-nek volt 60-70 tárgyalása itt Magyarországon, és ezt valami 40-50 pontban egy hosszú levélben összegezték. Ennek a legfontosabbjai jelentek meg, és ezek azok, amelyek közül nagyon sok tartatatlan, és nem lehet a megállapodás alapja. Ennyi az azt már azóta tudjuk, és ezt voltak éppen Orbán Viktor is elismert, hogy azok a pontok nem léteznek ebben a formában, ahogyan most ön említette. Arról van szó. Sőt, Rogán Antal sem ismerte, elmondta a Fideszes frakcióvezetője. Ebben nem ez a lényeg. Az a lényeg, hogy az IMF, mondom, megfogalmaz 40-50 olyan, mondjuk francia bekezdést, és ebben benne vannak ezek a dolgok, hiszen a célzott szociális juttatások csökkentése, az például pontosan a családi pótlék, vagy például a nyugdíjrendszer, hiszen a nemzetközi szóhasználatban ezek azt jelentik. De nem azt mondták, hogy nyugdíjakat csökkenteni kell, vagy nem azt mondták, hogy a szociális ellátórendszerben lévő pénzt csökkenteni kell. Az IMF egy másik nyelvet beszél, egy nemzetközi pénzügyi nyelvet beszél, és nem azt a nyelvet beszél, amit az újságírók szeretnének Magyarországon beszélni. Jó, összefoglalom azt, amit érzek abból, amit mondott. A KDNP frakció egy emberként áll Orbán Viktor és az általa elmondott elképzelések és irányok mögött. Jól fogalmazom? A KDNP frakció azon van, hogy egy olyan jó feltételekkel kötött IMF megállapodás jöjjön létre, amelyik segíti azt, hogy a nemzetközi pénzügyi helyzetben biztonságosan kormányozható országban legyen dolgunk, és hogy a költségvetést ehhez hozzá lehessen igazítani, és a társadalom pedig az emberek kibírják. Ez a lényeg. Harald Péter azt mondta, hogy a válságkezelés ez másfajta gondolkodás és egy erős politikai erő kell. Meg azt is mondta, hogy ha a szövetség megbomlik, mármint a Fidesz-KDNP szövetség, az ország nagyon rosszul jár, mert a válság nem lesz kezelhető. Szó van arról, hogy megbomlik ez a szövetség? Vagy mire reflektált itt Harald Péter? A szövetség olyan alapokon áll, hogy egészen biztos nem bomlik meg, de az jól érzékelhető, hogy az ellen oldal, az ellenzék, meg sokszor az ellenzéki, vagy azzal együtt tartó sajtó, ugye oda akarja éket beverni, ahol azt gondolja, hogy megmondható, nem mondható, megüzenem innen. Na de hát néha a sajátjaik is mondanak csodákat, tehát itt van Rétfalvi Gergely, az esztergomi KDNP elnöke, nem tudom, ismeri-e egyáltalán, hiszen nem a képviselőcsoport tagja, aki pénteken kijelentette, hogy a KDNP esztergomban megszakítja a kapcsolatot a Fidesz-szel, és egyedül indul a 2014-es választásokon. Ez azért, hogyha egy kicsikét kiterjesztjük és nagyobb relációban tekintjük, elég érdekes. Mert hát szembe megy a KDNP elképzeléseivel. Annak a bizonyítékát, amit én mondtam, hogy éket akar verni oda, ahol szerintem... Én akarok éket verni? Hát nem erről van szó. Nem, én csak kérdezem, hogy az hogyan van. De igen, de azt mondja, akkor... hogy én éket verek, de én nem verek éket sehova. Próbál. Nincs is nálam semmi ég. Nyilván képletesen beszélünk. De hát nyilván nem fog sikerülni, mondom, a szövetség ennél határozottabb és keményebb alapokon áll. Továbbá én a frakció szóvívő vagyok, biztos, hogy nem fogok egy esztergomi ügyben, amit innen távolról nem is ismerek, nyilatkozni. Ez pontosan az a módszer, hogy megpróbálnak valami, amit olyat találni, ami látszólag, és mondom, csak erről van szó, megmondani. Mondom még egyszer, nincsen nálam ég, az önök embere mondja, hát akkor nála van az ég. Tehát akkor Rétfalvi Gergely, a KDNP esztergomi elnöke akar éket verni a Fidesz és a KDNP közös törekvései közé. Erről többet hát mondani. Nem én, ő mondja. Nem tudok erről többet mondani. Hogyha ezt ön idehozza, akkor ön folytatja ezt a fajta, hogy mondjam, módszert. Jó, akkor ezek szerint azt kimondhatjuk, hogy a KDNP esztergomi ügyei nem tartoznak a KDNP frakcióra. A frakció szóvívőre nem. És a frakcióra? A frakció biztos foglalkozhat vele, ha akar. Értem.
Majd ha akar, akkor értesítsen, legyen olyan jó, hogy az álláspontjuk. Köszönöm szépen. Ma kezdődik a parlamenti őszi ülésszak. Ezzel kapcsolatosan van a KDNP-nek valami prekoncepciója, például a költségvetés újra tárgyalása kapcsán. Vannak olyan pontok, amikhez ragaszkodnak, hogy másképp legyen, mint ahogy az első olvasatban volt? Az IMF megállapodáshoz köthetően, és az a összhangban, a költségvetés készítésével összhangban az első és a legfontosabb az, hogy a szociális adócsökkentést megvédjük. Tehát azt, amely 25 éven alattiakat, 55 éven felülieket, kismamákat és a képzettséggel nem rendelkezőket védi, a munkahelyeiket védi, azáltal, hogy csökkenti a szociális adót, felezi, vagy éppen az egészet elengedi, hogyha arról van szó, ugye ott részletek vannak. Ez a legfontosabb. Második az, hogy a családi adókedvezmény rendszere kiteljesedjen. Tehát azok, akik eddig nem tudták igénybe venni teljességgel az adókedvezményt, valamilyen, mert nem volt olyan magas az adóalapjuk, azok is el tudják érni a két gyerekkel a 20 ezer forintot havonta, és a három gyerekkel a 99 ezeret. Ez utóbbi a nehezebb, de megjegyzem, hogy sok olyan két gyermeket egyedül nevelő szülő is van, aki két gyermekkel se tudja igénybe venni. Úgyhogy nekik a lehetőséget meg kell teremteni, ez technikailag a munkavállalói nyugdíjjárulék valamilyen módon történő leírásával, csökkentésével képzelhető el. Ami az asztalra kerül még a családok kapcsán, bocsánat, közülök, az a családi csődvédelem, ami az önöknek terve volt, pontosan, és mintha most kerülne az asztalra. Már ott van, egy jó ideje ott van, zajlanak a közigazgatási és igazságügyi minisztériumban a előkészítések ez ügyben, tehát a családi csődvédelem az a következő elem, amihez szorosan kell, ott hogy párosulni. Szili Katalin számolt be arról, hogy egy önálló indítvánnyal csatlakozik ehhez a kérdéskör, ez azt ismerik már? Ám jöjjön, én még nem láttam, de tényleg ez ügyben minden konstruktív és a családokat a különböző csődhelyzetek elől megvédő indítványal nagyon szívesen találkozunk és működünk együtt azokkal, akik ilyeneket hoznak. Én nem is nagyon hiszem, hogy ebben nagyobb viták lehetnek. Itt a részleteken van a lényeg, hogy ez hol történjen, mondjuk egy bírósági eljárás keretében, tehát csődbírósági eljárás keretében, vagy inkább egy segítő mechanizmus keretében. Az utóbbinál vagyunk, mert a bíróságra nem jó járni. És még mindig nincs vége, mert ez az egész rendszer akkor teljes, hogyha a rezsitartozások ellen való védelem is létrejön, ez pedig az a bizonyos ugye, előre fizetős mérő, ami lehetőséget teremt arra, hogy az ilyenfajta tartozásokat is jól tudják kezelni a családok, és ehhez is segítséget kapjanak, egyébként a családi csődvédelem intézményén belül. Tehát így egységes ez a csomag. És ez a következő, hát ugye második félidő, vagy a parlamenti ciklus második félidejének programja. Azon gondolkozom, hogy kiléphetünk-e a szokásos szerepünkből, mert hát mi régóta ismerjük egymást, és nem csak ebben a viszonyban, és nem volt mindig képviselő úr képviselő. Tehát egészen egyszerűen még ott tartok, hogy éket verek a kérdéseimmel a Fidesz-KDNP frakciószövetség összhangjába. Hogy... Nem a szándékosságról beszéltem, hanem arról, hogy a módszer ugyanaz. Tehát pontosan annak ülnek föl, de... De hát csak kérdezek, és ugye azt ismerjük mindketten, hiszen újságíró voltál, mielőtt országgyűlési képviselő lettél, hogy hát kérdezni kell. És hogy egy ilyen dolog van, azt meg kell kérdezni. És te vagy a KDNP, és aki itt ülsz, tőle kell megkérdezni. Igen, de azt is meg kell érteni, és ezt nyilván aláírod, hogy frakció szóvivő a frakció ügyeiről beszél. És nem az esztergomi, meg a nem tudom én a... És el lehet lépni ebben a dologban ennyire a két ügy mellett vagy között? Tehát van a frakciója a KDNP-nek, és vannak a helyi szervezetei, amelyek függetlenek ettől teljesen? Bizony függetlenek, az alapszabály értelmében is függetlenek, és vannak jogaik és kötelezettségeik. Nem az én dolgom, egyszerűen erről van szó. Éket verni, meg nem az enyém. Vannak keretek, és van a munkának vége eleje. Oké. Értem, értjük. Köszönöm szépen. Nagyon szívesen.